Nem könnyű dolog a tanítás. Fiatalnak lenni sem könnyű. A szerencsére itt van az énektanárunk Péter, aki annyira odafigyel a diákokra, nagy élettapasztalattal rendelkezik, fejlett az érzékenysége, és remekül fel tudja lelkesíteni őket. Szép jó reggelt kívánok! Na lássuk, hogy mennyire rozsdásodtunk be. Megadom a kezdőhangot. Egy, két, hát. Nagyon szépen köszönöm, ez nagyon vicces volt, de talán most próbáljuk meg normálisan, ha kérhetem, jó? Na még egyszer. Egy, két, há, ebből a szánalmas kísérletből egyet azért leszűrhetünk, a kudarc is jobb, mint meg sem próbálni. De tudjátok mit, akkor hallgassuk meg felvételről, amin dolgozunk, egy olyan kórusnak a tolmácsolásában, melynek a tagjai veletek éppen egyidősek. Remélem, halljátok a különbséget. Odafigyelnek egymásra, hogy figyelnek a tempóra, egyszerűen ahogy élvezik a közös éneklést, a közös éneklés öröme. Na, látjátok, nekünk is valami ilyesmit kéne elérnünk a kórus énekléssel. Visszatekintünk az elmúlt 100 év történelmére, akkor egyrészt rossz kedvünk lesz, ugye? De ezt most hagyjuk. Az ipari forradalom volt az a történelmi korszak, amivel a nyugat letette az alapjait. Az ipari forradalommal aztán elég gyorsan el is jutunk, mondjuk. Hát meg Churchill. Jó, Churchill, jó. Akkor most beszélgessünk Churchillről, jó? Churchillről, aki repülő leckéket vett, és beindította azt a hidroplán építőt. Az ez nem kis dolog ám. Hogy elszaladt az idő? Jó, a következő alkalommal akkor majd a repülésről, vagy Churchillről beszélgetünk, nem tudom. Kérdés van? Nincs. Nagyon köszönöm a figyelmet.